Jó estét kívánok! Önök az Ajkai Tükör műsorát látják július 4-én szerdán. Az elmúlt hétvége bővelkedett programokban, közülük kiemelkedik az ajkarendeki német nemzetiségi hétvége, amit az idén már 23. alkalommal rendeztek meg a Schwab faluban. Egyre népszerűbb Bódén a nemrégiben átadott dobópályán megrendezett diszkoszvető versenysorozat, amire már az ország távolabbi tájairól is érkeztek versenyzők. Kellemes szombat délutáni kikapcsolódást ígért a családoknak a Csertelepi Juniális. A Padrakúthoz tartozó település résznek az Ajka 60 rendezvénysorozathoz kapcsolódott ez a vidám nyári programja. Kérem, kövessenek bennünket az Ajka TV csatornáján, már is jövünk a részletekkel. Ajka város önkormányzata képviselőtestülete július 3-án kedden 13 órakor képviselőtestületi ülést tartott a Városháza 6. emeleti tanácskozótermében. A napirend előtti ügyeket egyhangulag elfogadták a képviselőtestület tagjai, majd megtárgyalták mind az 5 napirendi pontot, többek között az ajkai 2326 helyrajzi számú parkerdei ingatlan értékesítésére kiírt pályázati elbírálást, illetve véleményezték a hídgyülekezete oktatási főigazgatója által előterjesztett intézményvezetői megbízást. A posztra Németh Sándor pedagógust jelölték. A parkerdei ingatlan eladásáról, felújításáról, illetve sporttevékenységekre alkalmassá tételéről szóló napirendi pontban több kérdés is felmerült a pályázó céggel kapcsolatban. Fülöp Zoltán, fideszes képviselő arról érdeklődött Schwarz Béla polgármestertől, hogy milyen információ áll rendelkezésre a pályázóról. A kérdésre dr. Jáger László jegyző adott választ, aki elmondta, hogy a cég elsődlegesen erre a projektre jött létre, és hosszú távon lát fantáziát az épület együttes működtetésében. A képviselőtestület végül támogatta a pályázót. Annyit tudnék mondani erről a gazdasági társaságról, hogy ez egy viszonylag frissen alapított cég, ők elsődlegesen erre a projektre jöttek létre, és hosszú távon látnak üzleti és sportszakmai fantáziát ennek az épület együttesnek a működtetésében. A témával kapcsolatban dr. Patarica György felvetette, hogy vajon van-e elég anyagi forrása a szóban forgó KFT-nek a megvalósításhoz, merre a jegyző meggyőző tényekkel válaszolt. Én azt kérdezném, hogy a szerződésben bele szándékoznak-e építeni, hogy amennyiben elállás nem fizet, akkor mi lesz a beruházással? Az üzleti koncepciójuk rendkívül egyszerű és látható. Rendelkeznek hosszú távra olyan bérlővel, aki a sportlétesítményt igénybe kívánja venni, és a sportlétesítménynek a bérleti díjából ők fedezni tudják a felmerülő költségeiket, illetve az esetleges egyéb kiadásaikat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy végül is a potenciális bérlő sportegyesület részéről többek között a TAU támogatás elégséges biztosítékot nyújt a KFT számára, hogy ő hosszú távon működtetni tudja ezt a létesítményt, és megfelelő ütembe fel is tudja újítani. Utasi István aggodalmát fejezte ki az ajkaiak számára a Bánki Szakközépiskola néven ismert oktatási intézmény különös, bizonytalan helyzetével kapcsolatban. Az intézmény úgy tagozódik, hogy különböző minisztériumokba helyezték el a feladatköröket, ezért több minisztériummal kell kapcsolatban lenni, de leginkább a Veszprém megyei szakképzési központtal. A képviselő szerint a légkör azért is mérgesedett el az iskolában, mert nem tudták a pedagógusok, hogy mi lesz a következő évben, vajon milyen képzési formákat indítanak. Ez az előterjesztés magában foglalja a köznevelési törvény összetbetegségét. Ha megnézzük, hogy milyen elnevezése van ennek az intézménynek, ajkai gimnázium, szakközépiskola, általános iskola, sportiskola, kollégium. Ez úgy tagozódik, hogy különböző minisztériumban helyezték el a feladatköröket, és ennek az intézményvezetőnek, aki ezt a szerepet el fogja látni, több minisztériummal kell kapcsolatban lenni, de különösen érzékeny kapcsolatban kell lenni a szakképzési területeket elosztó szervezettel, ezt ha jól tudom, akkor Veszprém megyei szakképzési központ. Zárásként Schwarz Béla polgármester javaslatára az Európai Mobilitási Hét és Dohányzásmentes Naprendezvényre pályázatot nyújt be a város, amivel a képviselőtestület egyetértett.